Louis Armstrong, válasz helyes. Ilyen az ének az esőben. Tökéletes, ezt szerettem volna. Biztos, hogy egy számjegyű százalék azoknak a száma, a fiatalok és itt az egyetemistákat, a 30 év alattiakat nyugodtan mondhatom, azoknak a száma, akik egyáltalán tudják, hogy mi az, hogy klasszikus jazz. Mi volt Duke Ellington kereszt? Edward Kennedy. Tökéletes. Edward Kennedy. A verseny és a kérdések kitalálói elég részletes anyagot biztosítottak minden versenyzőnek, úgyhogy aki megfelelően odafigyelt, és szorgalmas volt, és felkészült, és sok zenét hallgatott, annak nem okozhatott komoly gondot. Kontrasztok! Látod, hogy tudod, igen, a 700-at neki, én merjem ki belőle? Az, hogy valaki beszélni tud a jazzről, vagy fel tud sorolni bizonyos előadókat, az önmagában impozáns, de hát nyilván a fő cél az, hogy megszeresse a zenét. Az, hogy most ezekről mennyire tud lexikálisan egyéb szempontokból beszélni, az már egy másodlagos kérdés. Az első dolog az, hogy megszeresse. Eddig is erősen érdeklődött mindannyiunk a jazz iránt, mert a többségünk zenész, ha nem is hivatásos, de hobbi szinten biztosan. Úgyhogy azt hiszem, ez a rajongás, ez örökérvényű lesz. Láttam a gyerekek arcán a lelkesedést, azt, hogy komolyan veszik, biztos, hogy folytatni fogjuk, és remélem, hogy még több csapat, még több városból, még több iskolából fog rajta részt venni.